Egyre markánsabban formálódik a Szapa-Fehérvár AV19 2011-2012-es játékos kerete. Az elmúlt napokban két meghatározó játékos hosszabbított a fehérvári csapatnál. Kovács Csaba 2 éves szerződést kötött a Szapával, még a külföldi csapatok által is ostromolt Sofron István plusz 1 évet írt alá. A 23 esztendős jobbszélsőt, Sofron Istvánt több külföldi csapat is szerette volna soraiban tudni, jó néhány sikeres tesztelésen vett részt, azonban végül úgy döntött, maradt Székesfehérváron, és plusz 1 esztendőt tett rá a jövő nyáron lejáró kontraktusára, mely így a 2012-13-as bajnokság végéig Székesfehérvárra köti. A fehérváriak válogatott balszélsőjével, a 27 esztendős Kovács Csabával Ocskai Gábor szakosztály igazgató sikeres megbeszéléseket folytatott a hosszabbítással kapcsolatban. Kovács 2 esztendővel hotoldotta meg kontraktusát Székesfehérváron. Jelen pillanatban már csak 2 játékosnak, Horváth Andrásnak és Palkovics Krisztiánnak nincs szerződése, azonban velük is jól halad a Szapa tárgyalása. Van még egy kérdőjel, kedd óta Jekatyerinburgban próbajátékon tartózkodik Mihály Árpád, és róla még nem lehet tudni, hogy az ifjabb Ocskai Gábor jégcsarnokban folytatja-e pályafutását.